Azért szeretek karatézni, mert sok önbizalmat adott, kitartást, fegyelmet. Hát tiszteletet és önfegyelmet esznél. Hát a gyerekekkel 2010 augusztusában Somogygyörösként találkoztunk. Nagyon érdekes volt, azt gondolom mindannyiankat ez a dolog úgy felrázott, és érdekes volt, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek ugye hogyan vélekednek, hogy mit gondolnak a karatéról. Mindannyian érzik és tudják, hogy nekik bizonyos dolgokból jóval kevesebb van. Bizonyos dolgokból sokkal többet kell harcolniuk, küzdeniük. A karate talán többet tud adni. Talán jobban segít nekik, folyamatosan teszik, minden nap tesznek érte, minden nap végig gondolják, hogy igen, nekünk bizony végig kell ezt járnunk, ezt az utat. Azt gondolom, hogy az egész élet egy nagy küzdelem. Küzdjünk másokért, és támogassa ön is a hegyen mozgalmat.